az anonim alkoholisták józanadó tagjai, bármilyen régen nem isznak, alkoholistának mondják magukat, mivel az alkoholizmust gyógyíthatatlan betegségnek tartják, amiből lehetséges a felépülés. Azt kell mondjam, hogy én alkoholfüggő vagyok, tehát alkoholista, csúnya magyar szóval, felépülő alkoholista, ez nagyon fontos. Mi azt jelenti, hogy most már 10 év, 5 hónapja józanul élek. Amikor én reggel felkeltem, nekem innom kellett ahhoz, hogy el tudjak egyáltalán indulni. Nekem a gyerekapja az alkoholista volt. Várunk. Nagyon korán kellett hajnalba fölkelnem, hogy 5 órára odaérjek a legelső italméréshez, és akkor 7 óráig egy olyan 3 decinyi töményt, meg egy olyan liternyi bort meg kellett ahhoz innom, hogy józanra igyam magam. Ha nem pattantam rögtön, mert ugye terhesen az ember az elején még szédül, nem tud rögtön úgy ugrani, akkor már ütött. Megkérdezzük gyűlésen, hogy kinek van problémája alkohollal, és akkor így végig gondolom, hogy talán akkor a feleségemet, meg a 2 gyerekemet kellett volna elküldeni, mert nekik voltak problémájuk az alkohollal, igaz, hogy azt én ittam meg. Próbáltam bezárkozni a fürdőszobába, ha sikerült, nem mindig. Miért akkor? Hát jött utánam és ütött. Hát addig ütött, amíg mozgott el? Igen. Utána ő elment, és este úgy jött vissza, mint hogyha mi se történt volna. És ön sem azt a szóba? Nem lehetett. Tagadja az érintett körömszakadtáig, mert az alkoholizmus az egy bélyeg, az egy stigma. Tagadja a környezet, a család, a gyerekek, a munkáltató, mert az alkoholista az a környezetére is kisugározza ezt a bélyeget, tehát a látszatot mindenki próbálja őrizni. Miért csinált egyetlen 2,5 évig azt a kapcsolatban? Hát, talán az, hogy szerettem. Megvert, és utána is azt érezte, hogy szereti. Igen. De miért? Nem tudom. Tehát ezt nem tudod megmagyarázni. Mert utána teljesen változik egy fordulatot, amikor ő józan, és odafigyel, és gondoskodik, és úgy áll a kapcsolathoz, ahogy kell. Tehát ő megbánja, kibékül az ember, és akkor fogja, visszamegy az ember. Tulajdonképpen egy függőség alakul ki. Én azt hittem, hogy senki nem veszi észre, a családom se veszi észre. De amikor ezek a jelek sűrűsödtek, amikor elkezdtek elbocsájtani a munkahelyekről, akkor éreztem, hogy valami nem stimmel, valamit változtatnom kellene, de mindig azt mondtam, majd holnap. A család abban segíthet, hogy segít az alkoholistának elérni a saját mélypontját. A legtöbb család általában megmentő manőverekbe szokott kezdeni, ezek nem szoktak működni. Abban segíthet, hogy nem támogatja az ivást, szembesíti az alkoholbeteget az ivásának a következményeivel, és felhagy a megmentéssel. Megint megvert, és nekem ikerterhességem volt, és a másik baba az ugye veszélybe volt, meg is halt közben. És ez volt az egyik, a másik az, hogy eltűnt 3 napra, és hazahozott egy nőt. De akkor tulajdonképpen megvette a gyerekeket. Igen. Én ezt tudom. Mennyi ideje nem iszik? Hát most több mint 2,5 éve. Most március végén volt az esküvőm, a saját esküvőm. Megnősültem újra, második házasság, és ez már nem jelentett számomra kísértést. És lesz elég ereje kitartani? Igen, mert közben én elkezdtem ezt a programot csinálni, az Anonim Alkoholisták programját. Egyszer, egy péntek reggel, ugyanott voltam hajnalban, ugyanazon a helyen, ahol ki volt töltve a deci vodka, és nem tudom, hogy miért nem ittam meg. Talán ez volt egy isteni csoda. Az a pénteki nap az úgy történt, hogy 8 óra tájban voltam bent a helyi orvosi rendelő pszichiátriáján, 9 órakor már vízzel mostak föl,
10 órakor már egy ágyon ébredtem és inekcióztak, mert már olyan állapotban voltam, de akkor reggel nem ittam meg az első pohárral. Nagyon elcsábul, vagy nagyon maga alatt van, akkor telefonálhat. Akkor valakit, igen. És azt mondja, hogy szia, iváskényszerem van, találkozzunk, beszélgessünk, kérlek segíts ebben. És én még nem hallottam olyat, hogy egy ilyen helyzetben az egyik alkoholista ne segített volna a másiknak. A közösségtől kaptam vissza az életemet. A semmiből jöttem, és az, hogy én itt merek beszélni, mindent ennek a közösségnek köszönhetek, a hitemet ez a közösség adta. Adott esetben az élethalál kérdése lehet, hogy valakihez oda megyek és leülök vele és beszélgetek. Én megtaláltam a lelki békémet, és ezért semmi szükségem arra, hogy alkoholt fogyasszak, ahhoz, hogy jól érezzem magam. Én végül is a kórházba kértem segítséget, és akkor úgy jöttünk ide. Mi ad önnek ennyi erőt? A gyerek. A kislány. A kislány. De azt gondolom, hogy vesztettem én eleget ahhoz, hogy azt kijelenthessem, hogy bizony erre nekem ráment az életem.